A két csapat az elmúlt két szezonban rendre szoros meccseket vívott egymással, így a nyíregyháziak abban a reményben utaztak a rangadóra, hogy megnehezítik az oroszlány dolgát. Ehhez képest repülőrajtot vett a házigazda, 10 perc játék után 37-23 állt az eredményjelzőn. A második negyedben újabb 8 pontot tettek hozzá előnyükhöz a hazaiak, amivel gyakorlatilag el is döntötték a mérkőzést. A harmadik negyedben 6 pontot faragtak hátrányukból a cápák, de a záró 10 perc ismét az oroszlányé volt, így végül 25 pontos vereséget szenvedett a Blue Sharks a bajnoki cím egyik várományosától. Az oroszlány az első hazai mérkőzését játszotta, és nagyon fölspanulva érkeztek a pályára, és sajnos az első lendületüket nem tudtuk megállítani, onnantól kezdve pedig nagyon sikeresen befejezték a támadásaikat, és új erőt kaptak, és egyszerűen nem lehetett velük mit kezdeni. Jól játszottak, és megérdemelten győztek. Olyan dobó százalékot produkáltak, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kiemelkedő, 60% körüli dobó teljesítmény egy mérkőzésen, azért az nagyon durva, és nehéz ellenük mit tenni ilyen szituációkban. Ráadásul minden éles helyzetben, minden kritikus pillanatban olyan kosárral tudtak válaszolni, vagy olyan kosárral tudtak szerezni, ami megállította a lelkesedésünket, vagy a lendületünket. De nekünk mindenféleképpen javulni kell a lepattanók megszerzésében. Nem lehet, hogy minden mérkőzésen veszítsünk ebben. Ha nem javulunk és nem fejlődünk, akkor nagyon nehezen fogunk tudni nyerni. A nyíregyházi csapat külföldi játékos nélkül lépett pályára oroszlányban. A szakmai stáb egyelőre még keresi azt a kosarast, aki hasznára lehet a cápáknak a bajnokság további részében. Olyan játékosra van szükségünk, aki tud segíteni a lepattanóban, de ez nem a palánk alatti területet jelenti. Jó lenne, hogyha a mezőny területéről is érkezne egy kis segítség, és sokkal jobban tudnánk megszerezni ezeket a labdákat, hiszen több támadás lehetséges akkor, ha több lepattanónk van. A Honvéd ellen is 54-et dobtunk rá, 54 támadás, az nagyon kevés egy mérkőzésen, azért 60 fölötti csapásszámmal kellene rendelkezni, tehát úgy gondolom, hogy a hármas pozíció környékére szükséges egy ember. Két fordulót követően a Veszprém, az oroszlány, a MAFC és a Miskolc 100%-os az NB1-B piros csoportjában. Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló nyíregyháza Blue Sharks a jövő hétvégén Budafokon lép pályára.